Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégeink, nagy szeretettel köszöntök mindenkit, köszöntöm Önöket a 25. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok most már hagyományosnak tekinthető termékdíj pályázatainak eredményhirdetésén. A helyszín is hagyományos, és a termékdíj pályázat is hagyományosnak mondható. Idei esztendőben is nagyon-nagyon sok pályamű érkezett be, és nem volt könnyű helyzetben a zsűri. Mielőtt részletekben haladnánk, szeretném elmondani azt, hogy az idei esztendőben ez a 25. jubileumi kiállítás alkalmával kaptunk értesítést Fazekas miniszter úrtól, hogy tervezi eljönni a kiállítás. A jelen pillanatban egyeztetés van, és bízunk benne, hogy így lesz. Természetesen tudva azt, ugye, hogy a mai napon hivatalossá vált, hogy május 8-án alakuló ülése van a kormánynak, és ugye jelen pillanatban mi nem tudhatjuk, hogy ki lesz a miniszter. Hát reményeink szerint az új minisztert is várjuk nagy szeretettel, de azt, hogy ezt hogy fogjuk tudni megmozgatni, ezt még nem tudom. Igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy az, aki a miniszter lesz, az is itt legyen, és természetesen, hogyha Fazekas úr rendáltán nem lesz, akkor is várjuk nagy szeretettel, illetve ha lesz, akkor az a szerencsénk is itt lesz. Bízunk benne. Annál is inkább, mert a minisztérium kezdeményezésére idei esztendőben újra díszvendégországot tudunk hívni, és a díszvendégország a Szerbia lesz. És Szerbiából szóval már jelezte nekünk a Juhász Attila államtitkár úr, aki a jelenlétét, illetve vélhetően kiállítókat is hoznak Szerbiából, ezért mi tartalékoljuk a helyet nekik, jelen pillanat szervezés alatt van, hogy szerbiai kiállítók, illetve a hivatalos delegáció hogyan fog érkezni a vásárhelyi kiállításra. Nagyon fontos információ az idei esztendőben, hogy elkészült az északi elkerülő út, és hát itt kollégáink készítettek anyagot erre, hogy a megközelítés az hogyan történjen, most itt virtuálisan mutatom csak mindenkinek, a sajtót is kérem majd, hogy akik tehetik, azok helyezzék el majd a rendezvényről készült anyag mellé. Nagyon fontos információ, mi is megteszünk mindent annak érdekében, hogy ez a látogatók, az ideérkezők számára elérhető legyen és ismert. Annál is inkább, mert van egy másik elkezdődött projekt, ami természetesen nem a miénk, a Tramtrain Szeged és Vásárhely között, ami viszont azt fogja okozni, hogy már most is, hogy a várost elkezdték feltúrni, ugye készítik az előkészületeket, közmű, átváltás, egyebek, és ugye ez rettentően egyirányosított utcák vannak, ami eddig nagyon normál forgalmú utcák voltak, úgyhogy ez meg a városban lévő közlekedést nehezíti. Úgyhogy mindenkit arra bíztatunk és arra kérünk, hogy azt kommunikálja tovább, hogy lehetőleg az elkerülő úton történjen a megközelítés. Természetesen a várost is be lehet vállalni, azok, akik ismerik ezeket a kisebb elkerülő utakat, akkor meg tudják közelíteni a kiállítás helyszínét. 2018-ban idáig 286 ipari kiállító adta le a jelentkezését a kiállításra, és hogyha még a szerveket hozzáveszünk, még nem tudjuk hányan jönnek, akkor véletlenül a 290-et is elérhetjük. És jelen pillanatban az állattenyésztési kiállítók száma nem végleges, hiszen még ezen órákban is és a következő napokban is folyamatos jelentkezések vannak, de jelen pillanatban 250 fölött tartunk, ami azt jelenti, hogy az összkiállítói létszám a vásárhelyi kiállításon több mint 500. Ugye ez is mutatja azt az elmúlt évekhez képest, hogy növekednek a résztvevők a kiállításon, a kiállítói résztvevők. Ami nagyon örvendetes, hogy 9 országból már kiállítóként jelentkeztek a kiállításra. Németország, Ausztria, Dánia, Olaszország, Románia, Szlovákia, Csehország, Horvátország és Franciaország, ezek közvetlen kiállítók, tehát közvetlen onnan érkeznek, nem magyarországi képviseleten keresztül. Azt gondolom, hogy ez is jelzi azt, hogy ez a kiállítás mennyire elismert, mennyire erőssé vált a tekintetben, hogy aki az állattenyésztése agráriummal foglalkozik, az eljön ide hozzánk, és mindenképp meg szeretné mutatni magát az itt ideérkezőknek, ezt a kiállítást látogatóknak. Idén a harmadik, úgynevezett harmadik csarnokot is bővítenünk kellett, ezt a tavalyi 30x60 méterről 40x60 méterre bővítettük, és valójában már csak, ha jól emlékszem, akkor egy pici 8 négyzetméteren, 9 négyzetméteren kívül még a szerveknek, szerbiai vendégeknek részt félretett hely van, és valójában megtöltöttük azt a csarnokot.
A gépes kiállítók is többen van, nagyobb területen vannak, mint a tavalyi esztendőben, ott 5%-kal nőtt a kiállítási terület, ez meghaladja már a több mint egy hektárt, ahol csak kifejezetten koncentráltan a gépes kiállítók vannak. Részletekről nem beszélnék, egy kicsit más tematika lesz, például lesz egy ilyen gasztroudvar is, de majd a Balázs beszél a kiállításnak a szakmai részéről részletesebben, ahova oda koncentráljuk egy helyre a vendéglátósokat is, kicsit más lesz az arculata ennek a résznek. A kiállítás az Alföldi Háztenyésztési és Mezőgazdanapok az egy kifejezetten szakmai rendezvény. Elmúlt években nem nagyon rendeztünk, nem nagyon volt rá igény és alkalom sem, hogy előadásokat vagy előadás sorozatot szervezzünk. Azonban a idei esztendőben részben mi magunk, illetve részben külső felvetésre ezt megpróbáljuk és megtesszük. És ezért ezen a kiállításon az első napon lesz az AKI és a NAK közös szervezésében egy viszonylag nem hosszú előadás sorozat, ami szakmai kreditpontot is nyújt, jól tudom, igen, 4 kreditpontot jelent majd azoknak, akik a szakmai kreditpontokat gyűjtik. Kihívások és kilátások az egyes állattenyésztési ágazatokban címmel kerül megrendezésre ez. Egyébként ajánlom mindenkinek, hogy... A hagyomány és a szakmaiság. Ilyenkor mindig beszélni szoktunk arról, hogy milyen lesz a kiállítás. Hát először is hadd mondjam, hogy a szervezők a 25. kiállításon is ugyanolyan szakmai lelkesedéssel és elhivatottsággal készülnek, mint az elmúlt 24-en. A hagyomány abban most is tovább folytatódik, hogy az alapgondolatokat nem változtattuk 25 éven keresztül, most sem fogjuk. Az alapkoncepció, a kiállítás tematikája, a résztvevők köre, az nagyon szigorúan meghatározott. Ugyan jelentős, egyre, ahogy teltek az évek, és egyre ismertebb és népszerűbb lett a kiállítás, egyre nagyobb nyomás helyeződött ránk, hogy fogadjunk más tematikájú résztvevőket is, de nem. A harmadik kulcs szó az az újdonság. Ilyenkor főleg ugye a sajtó munkatársai mindig bocsánat, de nyaggatnak azzal, hogy és milyen újdonság lesz az idei kiállításon. Hadd mondjam, hogy a rendező Hódmezőgazda ZRT jelentős fejlesztéseket hajtott végre ebben az évben. Általában van valami fejlesztés minden évben, többnyire az anyagi lehetőségektől is függ, de itt a 25-re azt gondolom, hogy több mindenről tudok beszámolni. Egyrészt két épületet megújítottunk, amik a mezőgazdasági szakiskola építésekor több mint 200 évvel ezelőtt készültek, ahol az állatokkal érkező gondozókat szoktuk elszállásolni. Komfortos, nívós férőhelyeket, illetve hát szállást hoztunk létre jelentős költséggel. A húsmarha férőhelynél is komoly beruházás van, a kettes karámot, amit 5 évvel ezelőtt építettünk meg, új vastag 30 centis nábtetővel fedjük le, mert az elsőre készült, az nem ilyen volt, elavult. A juhférőhelynél is bővítünk, illetve a régi kecske férőhelyet átépítjük a hagyományos juhkiállítási tér formájában. A színpadot megújítjuk. Vezérigazgató úr említette, hogy gasztroudvart hozunk létre. A kiállítás területén eddig elszórva voltak kisebb-nagyobb élelmiszert árusító standok, pavilonok. Ezeknek nem volt igazán jó helye,
mert több helyen akadályozták akár a gyalogos közlekedést, de főként az állatok felvezetésével, felhajtásával való eljárást. Ezért alakítottuk ki főleg, de talán látvány szempontjából is sokkal jobb lesz, amellett, hogy így célszerűbb. Az állatlétszámokról hallottunk, a kiállítás első napján hagyományosan a bírálatok ugyanolyan formában, a legmagasabb szakmai színvonalú zsűri bírálja minden állatfajnál, fajtánál az állatokat. Második nap a legfontosabb programunk, ugye idén is a díjkiosztás. Ebben az időben kezdődött a gépesítés, melyen nagyobb területet gyorsabban tudtak művelni. Ez a módszer egyre gyorsabban kezdett fejlődni. A gépek terjedése kiszorította az állatokat a földművelésből, így a 20. században már a traktorok vették át a szerepet. A nagy díjon látható lóekével szántó gazda előtt is megjelenik az előrevetített jövő szimbóluma, a traktor gumiának a nyoma. Ezzel akarta a művész mintegy gondolatban összekötni az ugrásszerű változásokat, amelyek már napjainkban egészen a GPS vezérlésű gépekig vezetnek. Ez a képzeletbeli ív hozható párhuzamba az állattenyésztési kiállítás elmúlt 25 évének gyors fejlődését adja. Díjai 86-ban Szűny István ösztöndíjat nyert, Ravennai Dante Biennálén dicséretet kapott, Hódmezővásárhelyi őszi tárlaton többször kapott munkajutalmat, 2003-ban pedig a Csongrád megyei önkormányzat alapítványi díját is kiérdemelte. Részt vett számos haza és külföldi csoportos és önálló kiállításon, munkái megtalálhatók. Zsűrének elnöke, professzor dr. Birkás Márta egyetemi tanár, Magyar Tudományos Egyetemi doktora, Szent István Egyetem professzora. Sipos József, a Bayer Hungária Kft. Üzemeti képviselője, dr. Molnár Tamás, Szegedi Tudományi Egyetem Mérnökipar Műszaki Intézetének docense. Kicsit a technológiával, mert úgy beszéltük meg, hogy ezen kezdtük. Szólítanám a Valpon 2007 kártyás képviselőjét, aki oklevelet kapott. A nagyon hatékony anyagmozgatást segítő új megoldás van bemutatva, és a környezet tudatos támogatás érdekében gratulálok. Tehát alakította ki ezt az elemet, amellyel pályázott. Nagyon fontos, én ugyan nem vagyok gépész, de hát az, hogy tehát ilyen csodálatos fordulatszámot, és az, hogy ilyen lóerős motoroknál egyáltalán lehet sebesség csökkenése nélkül, tehát ez külön jó. Annyit kérünk csak a tisztelt pályázótól, hogy kicsit pontosabban, meg majd a tapasztalatokat, és jövőre is pályázza. Gratulálok még egyszer. Köszönjük szépen. A Zaciál Kft. Képviselőjét szólítanám, Manitou teleszkópos rakodógép. Itt van, nagyon sokszor szóltunk már teleszkópos rakodógépekről, azért ez újdonság. Ugyanakkor nagyon jól tudjuk, hogy számos gyártó. Hát gratulálok, de annak az úrnak kellett volna itt lenni, akit egy kicsit megcsükkettünk volna. Megcsükkettünk volna, éppen azért, mert hát azért, tehát ilyen cégtől nagyon exakt pályázatot vártunk, és akkor hát ezt az ifjú talán nem tette meg teljesen. Ugyanakkor nagyon, tehát a bírálóbizottság nagyon díjazta ezt, hiszen a cég szuper, ezt nagyon jól tudjuk, és azt is, hogy egy ilyen anyagmozgatás kifejezetten segítő gépnél nagyon kellett volna a kidolgozás és a jelentős elkülönítés a többi rakodógéptől. De reméljük, hogy a jövőben sikerül, és pedig örülök, hogy Zsolt te vetted át, mert hát még egy kézfogásra.
Axial Kft-t szólítanak még hozzá, a FEN 2000 Vario szériák automata kormányzás és padlófűtés. Én azért örülök ennek, hogy van ilyen, mert én nagyon fázós vagyok, tehát ha traktorban ülnék is, nagyon jó lenne ez a fűtés. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy aki keményen dolgozik a mezőgazdaságban és traktoron ül és télen is, mert azért nagyon sok mindent kell akkor is csinálni, kell a kényelem. És azt is nagyon jól tudjuk, szerintem a tulajdonos is, hogy egyre kevesebben vállalják, vagy pedig ha vállalják, akkor vannak elvárásaik. És ez segít. Úgyhogy gratulálok. Agrovíz kezelési Kft. Képviselőjét szólítanám. Komplex kultúrvíz kezelési rendszerek a növénytermesztésben. Hát bizonyára tudják az itt levők, hogy az öntözés egyre fontosabb Magyarországon, kifejezetten a klímára, és azt is nagyon jól tudjuk, hogy nagyon változó a vízminőség. Tehát olyan céget, aki vállalja azt, hogy jó minőségű vizet tud produkálni egy olyan helyen is, ahol só egyéb, nem akarom részletezni, tehát ilyen bajok vannak, tehát ezt kifejezetten díjazni kell. Jövőben azt szeretnénk a pályázat, hát jövőre feltétlenül, és a tapasztalatokat is szeretnénk a pályázat alá. Gratulálok! Axial Kft., ez a Holzlied szántóföldi permetező. Ez egy csodálatos permetező. Egyébként hol a képviselő? Nagyon jól tudjuk. Egyre több készfogás, de nem baj. Valamelyik újságban is láttam. Tehát én úgy gondolom, hogy ilyen kellemetlen klímahelyzetben, ami van, tehát a kártevők és kórokozók elleni védekezés az egyre fontosabb. Nem beszélve arról, hogy több a szelesnap. Például az én kísérletemben tegnap azért nem permeteztek, mert fújt a szél. Nem ilyen gépet használt. Igen. Tehát azt mondom, hogy saját tapasztalat, hogy azokat az eszközöket, gépeket, amelyek a jelen klímahelyzetben is biztonságos munkát tudnak gyűjteni, díjazni kell. Úgyhogy kedves Zsolt, gratulálok. Szép megkísérletek. Agrovíz Kft-t szólítanánk. Személyre szabott gazdálkodás. Nagyon érdekes és innovatív vezetői információs szoftver, nyilvánvaló nagyon sok jó ötlettel, és nyilvánvaló még a kezdeti, hát nehézségekkel is. Na most mi, amikor ilyet, hát a Bírálbizottság nagyon díjazta ezt a készletezés, gazdálkodási napló, permetezési napló, nitrát, nyomon követés, egyáltalán az üzemanyagfelvétel és a többi, tehát mindezeknek a rögzítését, anélkül, hogy fölöslegesen terhelné a gazdálkodó szervezet valamelyik emberét. Azonban nem csak ennél, másnál is ugye szerette volna látni a Bírálbizottság, hogy a nehézségeket is bemutassa. És akkor lehet, hogy előbbre ugrott volna, hát ez nem volt meg, de majd jövőre pályázni fog. De azért most is gratulálok. És további jó munkát kívánok. És további jó munkát. Biztos meglepődnek, de Fliegl Abda gépgyártó Kft. Képviselőt szóltanám azért, mert hogy letoló rendszerű trágyaszórra. Hogy mit keresik, nagyon is fontos. Önök nagyon jól tudják nyilvánvaló, hogy a szerves anyag folyamatosan fogy a hazai talajokból, éppen azért, mert rosszul szántanak. És hát muszáj az utánpótlás, tehát a szerves anyag pótlást ezt adni. És hát nagyon örülünk az olyan eszközöknek, amelyek ezt segíti. Itt az újdonsága az, hogy nem érzékeny, aki állattenyésztésben dolgozik, vagy aki egyáltalán látott megérni, de legalább a munkát megkönnyíti. Újdonság, és gratulál! Medalukon Kft. Képviselői szólítanám. Jöve ide az M5-ösön, hát mindig elcsodálkozom, hogy hogy lehet egy tanyánkat olyan csúnyán, szemetesen, stb. Tartani. Az input anyagok pályázatok következnek, és először Wilhelm Schumann állattakarmányzási Kft. Képviselőit szólítanám. Ami miatt tetszett nekünk a pályázat, azért, mert a nápképű csenkesz, ami jelen klímakörülmények között is nagyon kellemetlen klímakörülményeket kibír.
Amit szeretnénk a pályázatok kérni a jövőben, igen, hogy a hazai tapasztalatokat részletesebben bemutassa. Tegnapi nap meg a mai nap szombat volt a bejelentési, nagyon jókat az eddigi tapasztalatok. Nagyon jó. Jó van, nem baj, nem baj, nem baj. Ez azt jelenti, hogy előre lehet lépni. Nagyon örülünk, mert azért ilyen pályázat régen volt már. Úgyhogy gratulálunk az oklevélhez, és további jó munkát. Köszönöm szépen. Kártét szólítanánk. Burjány, borlás a stressz helyzetben. Hát nem csak az embereket éri nagyon-nagyon sok stressz jelen klímahelyzetben, hanem a talajt is, és a növényeket is. Bíráló bizottság, itt van a kedves Sipos József növényorvos, de hát nyilvánvalóan Molnár Tamás docens úr is, nagyon díjazta azokat a pályázatokat, amelyek olyan anyagokat, adalékanyag, vagy éppen kondicionálószer, amelyek az ilyen stressz helyzeteket enyhítik a növénytermesztésben, és biztonságosabbá teszik a termesztést. Úgyhogy gratulálunk a tisztelt cégnek, és további pályázatokat szeretnénk látni. Árpád Agrár ZRT képviselőjét szólítanám. Nagyon örültünk, hogy helybeli, tehát itteni cég pályázik, és én úgy gondolom, hogy a cég nagyon sokat tett a hazai zöldségtermesztés és egyáltalán ezzel kapcsolatos palántanevelés, forgalmazás, stb. De hát Magyarországon egyre több lesz a kertészeti, vagy nagyobb lesz a kertészeti termelés fontossága, mert hát friss és hazai zöldséget szeretnénk enni. Amit hiányoltunk, az, hogy mert az, hogy örülünk annak, hogy nagyon nagy az üvegfelület, és növekvő. Azonban a palánta termesztésben azokat az újdonságokat, de lehet, hogy titkos, de jó lett volna egy picit szerepeltetni a pályázatban. De nyilván a jövőben ezt megteszik, és gratulálunk még egyszer. Köszönöm szépen! Harmadik díjas cég következik, Agro Nova Kft., mint külön filazoni technológia termékcsalád. Nagyon sokat tesz ez a cég azért, hogy a hazai talajok minősége javuljon, és hát termékenysége növekedjen. Örülünk annak, hogy nagyon-nagyon sok elismerést kaptak az utóbbi időben, és hát ez büszkeséggel tölt bennünket el, és reméljük, hogy jövőre olyan pályázatot fogunk kapni, ami tényszerűbb és nem régebbi, hát ilyen szórólapokkal van tele. Tehát gratulálunk, nagyon jó! Nagyon kell. Hát egy kis több gondosságot kérünk a cégtől. Gratulálok! Bio Kft. Kicsi innovatív cég és helyi, Hódmezővásárhelyi cégről van szó. Biológiailag természetes eredetű levéltrágya a növények tápanyag igényének biztosítása érdekében. 96-ban alapított, el akarom mondani, magyar tulajdonú cég, és olyan levéltrágyát fejlesztett ki, amely hát gyors beépülést és hát nagyon egyszerű kiutatás. És amit már az előbb is hangsúlyoztam, azt, hogy a növényi stressz helyzetekben ezek az anyagok segítenek. Egyre több lesz, gondoljanak, hogy milyen ez a tavasz. És két hét késés van, tehát muszáj, hogy legyenek ilyen anyagok, és hogy a növénytermesztés biztonságosabb legyen. Gratulálok! A Bionat Kft-t szólítanám, aki az első díjat kapta. 91-ben alapított cég kizárólagos magyar fejlesztésekkel és mikrovita baktérium trágya. Hát nagyon sok szépet leírt a pályázó, és amit nagyon díjazott a bíráló bizottság, tehát azt, hogy volt benne egy olyan tudományos rész, ami egyetlen egy pályázatban sem. Nagyon szépen levezette, hogy ezek az anyagok milyen hatással vannak a talajra. A talaj, önök nagyon jó tudják, hogy számomra is nagyon fontos, de úgy valamennyünk számára az országban, és még azt is, tehát hogy az előző évi pályázathoz képest jelentős, minőségi, formailag, sugallatában, tehát nagyon nagy előrelépés. Én gratulálok! A nagy díjas fog következni, Alfavet állatgyógyászati Kft. Biztos csodálkoznak,
hogy növénytervesztési díj, és hát mégis. De ami nagyon tetszik ennek a cégnek a pályázatában, ez a biopajzs LK műtrágya növények egészségért. Jó lenne már egyszer elosztatni azt a tétiket, hogy a műtrágya az ártalmas. Biztos vannak olyanok, jönnek fekete helyekről bizonyos műtrágyák, de ha ez, ennek az összetétele, a növényre gyakorolt hatása, az, hogy nem szennyez, hanem hat. És hát ez a cég ilyen pályázatot írt, és ilyen terméket kínál. Teljes szívből gratulálunk a nagy díjat. Köszönjük szépen! Köszönjük. Köszönjük. Először is szeretném megköszönni a lehetőséget a szervezetnek, hogy megkaptuk azt, hogy ezeket a pályaműveket zsűrizhessük. És most már ugye 25. alkalom a kiállításban, a állati termékdíjak kiadásának pedig azt hiszem a 18. alkalommal jól számoltam, legalábbis Gulyás Márti volt olyan szíves, és készített egy összeállítást az elmúlt időszak, hogy 2001 óta, ha jól emlékszem, de professzor azt lehet, hogy itt volt már akkor is, és ezt meg tudja erősíteni, tehát 2001 óta adnak ki állattenyésztési termékdíjakat, és aztán ezt bővítették ugye, növénytermesztési termékdíjakkal is. A jó magam 2006 óta veszek részt a zsűrizésbe, 3 év kivételével folyamatosan, és hát hadd mutassam be két kollégámat, Annaházi László urat, aki második alkalommal vesz részt a zsűrizésben, és Sallai László docens urat, aki pedig 5. alkalommal, jól tudom, jól számoltam, vesz el részt a zsűriben, tehát kipróbált zsűriről van szó, és nem is volt könnyű a helyzet, mert 31 pályázat, ahogy elmondta a vezérigazgató úr, érkezett be. Ezt is Gulyás Márti kimutatásának köszönhetően megnéztem, ez a harmadik legtöbb pályázat, 2006-ban volt 32, 2015-ben pedig 36 pályázat. Tehát nagyon nagy létszámú pályázat volt, tehát ez feltette a lécet nagyon magasra. Ennek következtében voltak évek, mikor egy, voltak évek, amikor kettő, most 3 kategóriát is kialakítottunk, a kiállítás szervezővel közösen egyeztetve. Egyik kategória ez az állategészségi, szaporodás, biológia és élelmiszer előállítás, ide 6 pályázatot tettünk. Második kategória termelés irányítás, informatika, tartás, technológia, integráció, itt 11 pályázat tartozik ebbe a kategóriába, és a legnépesebb a takarmányozás kategória, és ez a legerősebb is, be kell valljam, de hát ez már hosszú évek visszamenőleg így van. A zsűri pontok alapján dönt, a pontozás egy olyan értékelési szempontrendszer, amit hosszú évek óta végzünk, és ez egy kipróbált szempontrendszer. Itt az eredetet nézzük, hogy magyar vagy nem magyar a termék, vagy a technológia, vagy a gyártás, mikor vezett életkor a másik ilyen szempont, mikor vezették be ezt a terméket, vagy ezt a technológiát a piacra, vagy még bevezetés alatt áll, az aktualitása ennek a terméknek, vagy az ötletnek, vagy a módszernek, az újszerűsége az ötletnek, tudományos hátteret is nézzük, hogy azért vizsgálatokkal is támasszák alá, hogy jó ez a termék, illetve a referenciákat is nézzük, hogy kik használják, vagy kik azok a cégek, akik már ezt a módszert vagy terméket kipróbálták. Szóval ezek alapján 30 pontot lehet maximálisan összeszedni, és aztán a zsűri a pontok alapján a végén meghozza a döntést. Kategóriánként egy-egy első, második és harmadik helyezés van itt is, és az összes 3 kategória abszolút győztesének adjuk oda a nagy díjat, tehát ez most is így történt. És akkor engedjék meg, hogy azért a 31 díjról egyenként ilyen nagyon pontos értékelést, amit professzor asszony megtett a növénytermesztési díjaknál, ne tegyek. Én az is volt a kérdés, hogy a kategóriánként első helyzetről és a nagydíjasról fogok egy kicsit hosszabban értekezni, többieknek pedig az oklevelet átnyújtjuk, úgy, ahogy szólítjuk őket, kérem, hogy fáradjanak ki, és akkor azt kérném, hogy kezdjük el először a, mindjárt megmondom melyikkel, termelés irányítás, informatika, tartás, technológia csoporttal. Először a oklevelek átadása, utána pedig a harmadik, második és első díj átadása következő sorrendben, hogyha jól látom. Igen. A elismerésben részesül Alphavet Kft. Képviselőjét kérem, hogy fáradjon ki a termékdíj pályázatban. A Smartbow a jövő útja a precíziós szarvasmarha tartás című pályázatával. Gratulálunk! Nem egy messze
arra kérlek, mert a másik terméketek, Alphabet Kft. És Animal Soft Kft. Által beadott Animal Control, a jövő útja, a precíziós RT és tartás című pályázatotok is elismerésben részesül. Nagyon szépen köszönöm. És az Animal Soft Kft. Nem tudom, itt van-e, akkor neki is legyen részletes ezt a... Köszönöm szépen az én nevüket. Axia Kft. Képviselőjét, Pintő Zsoltot kérjük, hogy fáradjon ki. A kompakt egycsigás RMH Vulkán 14 önjáró takarmánykeverő kiosztó kocsi pályázatában nyerték el az elismerést. Bentley Magyarország Kft. Képviselőjét szólítom. Akik a SmartBow 3+1-ben új generációs füljelző pályázatukkal érték el az elismerést. Itt annyit tennék hozzá, hogy az Alphabet is ugyanezt a terméket pályázta, tehát ez érdekes. Ilyen még nem volt. És hajrá! Delaval Kft. Képviselőjét szólítom. Vegye át az elismerő oklevelet, a VMS fejőrobotrendszer és a VCS testkondíció pontozó kameráján pályázatával. A Metalukon Kft. Képviselőjét szólítom, az íves könnyű szerkezetes termékcsalád pályázatával nyerte el a... Köszönöm szépen! Akkor a harmadik, második és első díjazottak következnek. Először a harmadik díjazott. A Galdorf ZRT képviselőjét szólítom. Újszerű alulról szerveződő sertés integráció hazai természetű GMO-mentes termesztésű. GMO-mentes fehérjeforrású takarmány alapanyag bázison pályázatában van itt egy elírás is. Majd ott kezdni sem. Természeti helyen termesztésű. De a hazai termesztésű, az hazai természeti is egyben. Tehát harmadik díjat kapott a Galdorf. Szólítom a Boy ZRT képviselőjét, fáradjon ki és vegye át a második díj. Díjat, a GMO-mentes termékpálya modell pályázatukkal nyerték el ezt az elismerést, Boy ZRT-től. És az első díj, a Hospus Kft. Képviselőjét kérném szépen, hogy fáradjon ki, és egy kicsit itt lapoznom kell, mert a sorrend miatt. Tehát a cégről azért röviden parancsolj fel, Gyézi, ha egy-két gondolatot én is hadd mondjak. Egyrészt tavalyról ismerjük a céget, tavaly pályázott a Surepulse fejőberendezésével, harmadik díjat kaptak. A cég 1990 óta működik, állattartással kapcsolatos eszközök forgalmazásával foglalkoznak, rovarirtószertől nyavosón át egész a fejőberendezésekig. Ez a pályázat is a fejőberendezésekről szól, hogy ez a termékdíj, ezt is arra kapták. De a tavaly díjazott Surepulse nevű új-zélandi fejlesztésű fej- és technikai rendszerét idehaza tovább fejlesztették. Ezt úgy hívják ezt az új rendszert, hogy KF-35 magyar-új-zélandi szabadalom, be is van jegyezve Magyarországon. Ezt az Egyesült Államokban, Magyarországon kívül az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban is tesztelték. Onnan ered a név, hogy a bóriu 35 kilopaszkál nyomással nyomású vákumot képez akkor, amikor szopik a nyelvével, és ekkor a masszázs előszer ki a tönybimbóra, és ehhez képest a fejőgépek 40-45 kilopaszkált nyomóerővel, vagy vákumban, és 8-10 kilopaszkál nyomóerővel hatnak a tőtje, és ez nagyon sok esetben tőgyulladásokat okoz, és hát ezzel a szomatikus sejtszámot megnövelik. Az eszköz lényege, hogy a bóriu szopását próbálja lemásolni, és az egész rendszerben a magyar szabadalom, mert ugye mondtuk, hogy az eredet nagyon fontos, hogy mennyi ebből a magyar szabadalom a pulzátor és a pulzációs nyomásmérő műszer, tehát ez egyedi dolog a világon. Itt próbálják tehát a bóriu
által képezett vákumot imitálni, és hát ez fordított, mint amit a fejőgép végez, tehát nem alulról fölülről alulra, mint amit a fejőgép végez, hanem alulról fölfelé történik ez a nyomás, és az eddig elvégzett kísérletek azok szenzációs eredménnyel zárultak. Egyébként itt a Szegedi Tudományegyetem tangazdaságában is végeztek ezzel kapcsolatban vizsgálatokat, vagy itt végezték a fővizsgálatokat. És a tőgyulladások száma, ami előtte tőgyulladásos tehén volt, és mikor ezt a rendszert elkezdték alkalmazni, akkor drasztikusan csökkent, és új tőgyulladások nem alakultak ki. A további újdonsága a rendszernél az, hogy 80-as ütemszámú pulzáció mellett dolgozik, ez a fejési sebességet 30%-kal növelte, és 15%-kal rövidítette a fejési időt. Tehát ez egy 5-600 vagy 1000-es természetben igencsak tetemes számokban mérhető az eredmény. Tehát ez egy teljesen új alapokra helyezi a fejő berendezéseket, vagy a fejést, és ezért kapták az első díjat. Gratulálunk! Állategészségügy szaporodás biológiai csoport, elismerő oklevélben részesül az Agrolegato Kft. Nyers tej antibiotikum és gátlóanyag vizsgálat új és egységes rendszere a tehenészetekben, az állategészségi ellenőrzésben és a tejfeldolgozó iparban című pályázatával. Gratulálok! Két pályázattal is indult ebben a kategóriában az Alfamed Kft. Az egyik az áltegészségügyi szemléletű takarmányozás, ivóvizen keresztül című pályázat, a másik pedig a Alfaben belsőleges szuszpenzió, széles spektrumú féreghajtó készítmény, juhok és szarvasmarhák parazita fertőzése ellen lehetőséges szuszpenzió. Harmadik, második és első díjazottak következnek. Harmadik díjat kap két pályázó, Kis Gyula, Kismetál, egyéni vállalkozó Kismetál nevű cége, illetve Mosvai József őstermelő, azt hiszem József itt is van. Szarvasmarha egészségügyi kaloda a gördülékeny kezelésért című pályázatával, egy egyedi, egészen új fejő, vagy kezelő kalodáról van szó. Hát harmadik díjat kapott. Gratulálok! Ebben a kategóriában harmadik díjat kapott még az Agrovízkezelési Kft. Komplex kútvízkezelési rendszerek a mezőgazdaságban című pályázatával. Gratulálok! Második díjat kap az Adexgo Kft. Kérnek szépen a cég képviselőjét vagy képviselőjét fáradjon ki. Az egészségvédő hatású tej és tojás alapú élelmiszer prototípusok fejlesztéséért című pályázatával. Arra kérem a Adexgo képviselőt, hogy ne menjen ma nagyon messzire, mert még fogjuk szólítani. Első díjat kap a BOI ZRT, PC termékenyítés lehetőségének kiaknázása a sertéstenyésztésben címmel. Kérném szépen a BOI ZRT képviselőjét. A BOI ZRT-t aztán nem kell bemutatni önöknek, hiszen Magyarország egyik zászlós hajója a mezőgazdaságban. A cég állattenyésztési kibocsátása igencsak jelentős a növénytermesztés mellett. 2640 fejős tehén évente 27,25 millió kg tejet termel, a tojóállomány éves kibocsátása 14,4 millió tojás. 3800 focár alapozott sertéshús termelése a saját telepein éves szinten 100 ezer, az integrációban pedig további 30 ezer hízót kibocsátását teszi lehetővé. A pályázatra nevezett termék, ez a PC termékenyítés hasznosítása a sertéstenyésztésben címet viseli. Módszernek az a lényege, hogy mesterséges termékenyítés során a spermiumokat egy katéter segítségével közvetlenül a méhnyakon túl a méh test végébe helyezik, innen az elnevezés, ez a post-cervical vagy PC.
Mivel így rövidebb utat kell megtenni a hetes ejtig a spermiumoknak, így hatékonyabb, kevesebb spermával lehet a termékenyítést elvégezni, és ez hatékonyabb. A PC termékenyítés csak második és idősebb ciklusban lévő ivarzó kocáknál alkalmazzák, de már az egész Bonafam csoport sertéstelepei úgy tudom ezt a módszert alkalmazzák. Így 4-5%-a javítható a termékenyülés, fialásonként egyel több malac nevelhető fel, és sokkal hatékonyabbá válik a kanterep működése. Náluk ez 27%-a több kiadott szaporítóanyagot jelent. Tehát ez egy egyedi módszer, ami nagyon fontos egy gazdaságnál, hogy vezérigazgató is mondta, hogy a menedzser szemlélete itt a pénz és a bevétel nagyon fontos, hát ennél a módszernél ez biztos, hogy emelkedik. Gratulálunk még egyszer a Bózéért. Következik a takarmányozás kategória, legnépesebb kategória, 14 pályázat. Tehát itt nagyon jónak lehet lenni, ha az első háromba bekerüljön, nem mint a másik háromnál ez nem lenne igaz, de itt kifejezetten átlagnál is erősebb volt a mezőny. Tehát elismerő oknevében részesül az Altec Hungary Kft. Ha Altec Hungary Kft-től van-e valaki, akkor megkérem, hogy fáradjon ki és vegye át az energiaellátás szerepe a kérődzők takarmányozásában című pályázatáért járó elismerő oknevele. Elismerő oklevélben részesül az Argos Feed Group ZRT, Melavit MVV Termostok 5% című pályázatával. Tehát Argos Feed Group ZRT. Bonafarm Bábolna Takarmány Kft. Is elismerő oklevélben részesül, a hidrolizált fehérjei zsírforrás omega 3 zsírsav kiegészítése című pályázatával. EPF Kft. Képviselőt kérem, hogy fáradjon ki, két termékére járó elismerő oklevelet vegye át. Az egyik termék volt a Turbo Melasz tejelőtelneknek, a másik pedig a LF30 biztonságosan használható folyékony fehérje tejelőtelnek című pályázata. Gratulálok! Elismerő oklevelet kap Wilhelm Schaumann állattakarmányozási Kft. Méghozzá kettőt, két termékkel indult. Egyik a bonszilás, fit és bonszilás speed, az intelligens baktérium-törzs kombináció, másik pedig a MIZI, azaz a mikrolizált cink sertéstartásban című pályázatával. Interagrár Kft. Képviselőjét kérem szépen, hogy fáradjon ki és vegye át az elismerő oklevelet. A Nucamel Performer Borjú tejpótló pályázatával. A harmadik, második, első díjak, és aztán nagy díj átadására kerül sor. A harmadik díj ebben a takarmányozás kategóriában, a harmadik díjazott a Profi Kft. Kérnék szépen a termékeket túlzott antibiotikum használat csökkentésére a Diamond Liquid Pro folyékony takarmány kiegészítő alkalmazása. Köszönöm szépen. Adex Go Kft. Képviselőjét kérem, hogy újra fáradjon ki. Második díjat kapott a koncentrált N3 zsírsav források című pályázatával. Második díj Adex Go Kft. Jaj, nem tudom, nem is. Így jó.
első díjasok következnek, kettő darab első díjat osztott ki a zsűri, nem megosztva, hanem kettő. Egy-egy első díjat, egyik a Bonafarm Bábolna Takarmány Kft. Első díjat kapott a Picker malacmentő programjából, és egy kis értékelést engedjenek meg, hiszen egyrészt a Bonafarm Bábolna Takarmány szintén azt nem kell bemutatni, hiszen egy nagyon erős vállalatról van szó a takarmány ágazatban, több évtizedes kiemelkedő teljesítménnyel és múlttal. Fő tevékenységük a Pemix és kéztakarmányok gyártása, forgalmazása, valamennyi gazdasági állat és haszonállatok részére, bel- és külföldön egyaránt. Az éves kibocsátásuk 400 ezer tonnát is meghaladja, ez mondjuk a hazai takarmánypiacnak a 13%-át jelenti. A Bonafarm csoport K+F munkakeretében 6 telephelyen, 10 üzemben tudja a takarmányait élesben is kipróbálni. Az első helyezett pályázat, ez a Picker malacmentő program, több saját fejlesztési terméket tartalmaz, ez egy ilyen termékcsomag, ami magába foglalja a malacpanírt, ez egy illóolaj és ásványanyag tartalmú antibakteriális kiváló szárítóhatású keverék. Aztán a Platinum Milk Plus-t, ami szintén egy saját fejlesztésű immunoglobulinokkal kiegészített tejportó tápszer malacoknak. Aztán a Platinum malac termék, vagy malac takarmányok, itt a Platinum BB és a Platinum PF az, ami szóba jöhet. Itt a PF az azt jelenti, hogy a plazma hatást kiváltó vérplazmamentes malactáp, nem tudom, bírták-e követni. A lényeg az, hogy ez nem az a vérplazmát tartalmazó, hanem azt nem tartalmazó, de ugyanolyan hatást kiváltó takarmány. Aztán a Kremolit, az elektrolit pótló, amely energiaforrást és probiotikumokat tartalmaz a malac számára. Gratulálok! Első díjat kap még a takarmányozás kategóriában az Agrifirm Magyarország ZRT. Kérnék szépen az Agrifirm ZRT képviselőjét, fáradjon ki. Az Agrifirm Magyarország ZRT hollandiai székhelyi Royal Agrifirm Group leányvállalata. Az anyacég a világ egyik legnagyobb élelmiszeripari és takarmánygyártó vállalata. A magyar cég 3 gyártóüzemmel rendelkezik, Kava, Győr és környe. A pályázatra nevezett termék a Baby Star Safe Prestalter malactáp, védő pajzsamalacok bélrendszerének egészsége érdekében. Cinkoxid átorvosi célú használatát az Európai Unió 2022-től megtiltja. A malacpori hasmenés megállítására ugyanakkor ezt a cinkoxidot szokták alkalmazni. Ezzel meg lehetett spórolni sok antibiotikumos kezelést. Itt az volt a cél, hogy egyrészt ezt a cinkoxid hatást kiváltsák, másrészt az antibiotikumos kezelést is minimálisan lehessen csökkenteni. A Baby Star Safe Prestarter táp mindezt tudja, etetésével még picivel talán jobb hatás is elérhető, legalábbis a bemutatott kísérleti eredmények alapján úgy néz ki. A táp speciális összetevői rövid szénláncú zsírsavak, szintetikusan előállított funkcionális rost és természetes antioxidánsok, mikotoxin kötők. Ezeknek az összetevőknek köszönhetően a táp új fejezetet nyithat a malac cink és antibiotikum mentes etetésében. Gratulálok! Következik a nagy díj. A nagy díjat 3 cég által beadott pályázattal nyerte el, az Adexgo Kft., a Vitafort Zrt. És a, nem tudom, jól olvasom-e, Zsefo Europe vagy Europe cég, az egy kanadai cég. Kérném szépen a cégek képviselőjét, fáradjanak ki. Egyedi összetételű védett vitamin termékcsaládjával. Nem tudom, azt az épülők tudják, de egy vitamin árobbanásnak lehetünk tanulni tavaly. Az AD és E-vitaminok esetében az A-nál 14-szeres, a D-vitaminnál 10-szeres, az E-vitaminnál 4-szeres áremelkedés volt tapasztalható, és korábban a takarmányos cégek általában túladagolták, vagy legalábbis nem a minimális előírásoknak megfelelő mennyiségű vitamint tettek a takarmányban, jóval nagyobbat, és ez most nagyon megnövelte volna a takarmányok árát. Tehát mi is vártuk, tehát a zsűri várta azt, hogy erre reagálnak majd a cégek, és itt be is jött ez a számításunk, hogy van egy konzorcium, akik összeálltak, és védett vitaminokkal elkezdtek foglalkozni, vagy hát már foglalkoztak, csak kifejlesztették ezt a termékcsaládot. Tehát két magyar és egy kanadai cég együttműködéséről van itt szó. Olyan premixekről van szó, takarmánykeverékekről, amelyek mikrokapszulázott, bendővédett AD és E-vitamint tartalmaznak. A Vitafort Zrt. Által gyártott előkeverékek ezzel mikrokapszulázott vitaminokkal, valamint az Adexgo bendőstabil és retardizált fehérje és energia kiegészítőivel együtt a nagy tejtermelésre képest ennek hatékonyabb és olcsóbb takarmányozását teszik lehetővé.
Ezek a védett vitaminok nem omlanak le a bendőben, zsírburkolatuknak köszönhetően javul a felszívódásuk. A védett a vitaminból fele annyi mennyiség kell, azért ez ilyen árak mellett ez egyáltalán nem mindegy, mint a natúr formában adottnál. A D-vitamin esetén 13%-kal javul a hasznosulás. A natúr E-vitamin bendőstabil védetté tétele inkább a könnyebb tárolhatóságot segíti, mert a tárolás alatt ez a vitamin 6%-a lebomlik havonta. A termék újdonság abban rejlik, hogy eddig a vitaminokról jó részt natúr formában voltak jelen a takarmányokban. A hazai takarmánygyártók és forgalmazók vitaminok védetté tételével kapcsolatban eddig nem nagyon léptek. Mivel hazánkban sem natúr, sem védett vitamingyártás nincs, ezért vonta be a két hazai cég a kanadai társcéget. Az így előállított előkeverékek egyrészt a vitamin árobbanás hatását jelentősen tompítani tudják, másrészt a korábbi takarmányoknál is jobban alkalmazkodnak a tejelő marhák takarmányozásához, pontosabban igényeihez, és aztán majd továbbfejlesztik a többi állat faj vagy többi kategóriára is. Gratulálunk! Adok három oklevelet. És akkor így és egyszerre majd akkor a hölgyek elveszik, de nekik mindent egyszerre a hölgy koszorúval. A kedves kollégák, engedjétek meg, hogy még egyszer megköszönjem a bírálóbizottságnak az áldozatos nehéz munkát, hiszen ezek közül a pályázatok közül, színvonalas pályázatok közül igen állítani és kiválasztani a legjobbat. A ti nevetekben is köszönöm nekik, és ezzel együtt egyébként köszönöm a pályázóknak is, hogy pályáztak a pályázati felhívásra, adtak be munkaanyagokat, hiszen ez is emeli a kiállítás színvonalát, és minél többen pályáztok, minél több pályázat kerül be, annál nagyobb értéke lesz ennek, hiszen az elmúlt években tapasztaltuk, vége a termékdíjpályázat értékelőjének, megjelenik a sajtóban, mindenki büszkén él vele, teljesen mindegy, hogy elismerés, vagy első díj, második díj, harmadik díj, netántán nagy díj, szerintem mindegyiknek ugyanaz az értéke, mindenki megmutatja magát, hogy képez egy értéket, és ezt az értéket szeretné továbbadni ebben az ágazatban, az agrárágazatban, én most ezt összemondtam. Ezért a kiállítás szervezet nevében köszönöm szépen mindenkinek, hogy pályázott. És most van egy olyan alkalom egyébként, ami nem szokott lenni. Én évek óta győzködöm professzor asszonyt, mindig mondja nekem, hogy ő már nem csinálja ezt tovább, mert nagyon-nagyon sok feladata van, és nem győzi, és a diákjai neki a legfontosabbak, hiszen a jövő generációját képzi. Engem is ő képzett az egyetemen, én is voltam a professzor asszony diákja, és nagyon-nagyon sokat tanultunk, illetve ha szabad így fogalmazni, nagyon sokat kaptunk tőle. És én azt gondolom, hogy az a generáció, akit ő tudott képezni erre a agrárpályán, ezen a tárgyon, szaktárgyakon belül, amit ő képvisel, azok a szakma útjára egy örök ajándékot kaptak. Mai nap is valljuk azt a szemléletet és gyakoroljuk is, amit professzor asszony annak idején nekünk mondott. Azzal együtt, hogy amikor például én még a diákja voltam, akkor nem nagyon találkoztunk olyan eszközökkel, de ugye ő már mondta, hogy ez megy a világ másik részén. Ma már ez napi rutin és napi gyakorlat, és maximális és nagyon fontos, amit ő mindig hangsúlyoz, hogy, és nem akarok elcsépelt szavakat hagyni, hogy unokáinktól kaptuk kölcsönben a földet, de egy dolog biztos. Arra az termelőeszközre, amiből valójában megélhetésünket várjuk attól a termelőeszköztől, nem vigyázunk, és nem úgy gazdálkodunk, nem úgy műveljük a földet, akkor bizony azt fogjuk észrevenni, hogy tönkretesszük, és ha tönkretettük, akkor nagyon nehéz helyreállítani, vagy lehetetlen. Na, egy kis kitérő után engedjétek meg, hogy a szervezők nevében, a magam nevében megköszönjem professzor asszonynak az elmúlt években azt, hogy a bírálóbizottságban segítette a munkánkat, mert ugye el kell, hogy fogadjam, hogy idő után, hogy sokat szó mondtam már, hogy nem mindig megnéztük, és tavaly is azt mondta, hogy na jó, akkor ez a 25. ez az utolsó, és akkor ő már tényleg csak a diákaira koncentrálna. Nagyon sok más feladata is van professzor asszonynak, én még egyszer nagyon köszönöm, úgy gondolom, hogy emelte a színvonalat, és igen, nehéz lesz majd betölteni a helyét valakivel, úgyhogy de megpróbáljuk. Köszönöm még egyszer.
akadémiát kap tőlünk professzor asszony Ambrus Sándornak a munkája. Mire a kiállítás olyan legnagyobb partnereik felé jelezhetik, hogy a különbségeket érdekel.